Kedves nézőink, mai híradónkban már volt szó a bűnmegelőzési megállapodásról, most erről láthatnak egy hosszabb összeállítást. 7.-8. meg lejjebb B-osztályfokokon is problémák, úgyhogy... Miről szól ez az együttműködési megállapodás? Az együttműködési megállapodás tulajdonképpen egy keret megállapodás. Ennek a bizonyos iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat működésének a kereteit szabályozza, vagy ezt fekteti le. Az együttműködési megállapodás három oldalú. Egyrészt a tankerület részéről történt az aláírás, másrészt az intézmény részéről, az iskola részéről, aki ebben részt vesz, harmadik oldal pedig maga a rendőrkapitányság. Tehát ebben az együttműködési megállapodásba rögzítik azt a felek, hogy ki milyen kötelezettség terel ennek az együttműködésnek a működtetése során. Elsősorban technikai kérdéseket rögzítettünk ebbe az együttműködési megállapodásban. Ilyen hétköznapi és egyszerű dolgokra kell gondolni, mint amikor a bűnmegelőzési tanácsadó egy-egy iskolában megjelenik, akkor ott neki megfelelő elhelyezést kell biztosítani, hogyha ő előadást tart az iskolába, akkor az ehhez szükséges eszközöket, kivetítőt, projektort, vagy bármilyen más ehhez szükséges eszköz, laptopot, számítógépet, akkor tud biztosítani az iskola. Tehát nagyjából ezeket tartalmazza, de szó van például benne az adatvédelmi kérdésekről, illetve olyan kötelezettség is szerepel benne, hogyha bármilyen akár az iskola részéről, akár a rendőrség részéről a valamilyen változás történik, akkor ezt erről egymást kölcsönösen értesítjük. Mi lesz a rendőrség feladata? Ugye a rendőrségen többféle korosztályt megcélzó, többféle program működik. A rendőrség egyik fő feladata többek között a bűnmegelőzés is. Van már az óvodásokat megcélzó úgynevezett ovizsarú program, van a több éve jól működő, talán 5-6 éve működő iskolarendőre program, ami az általános iskolásokat célozta meg, ez a program pedig a középiskolásokat. Ennek a lényege az, hogy akár a bűncselekmények elkövetését megakadályozza, vagy akár szabálysértések elkövetését megakadályozza. Ugye ez a korosztály már az, aki nem csak áldozattá válhat, hogyha bűncselekményekről vagy szabálysértésekről beszélünk, hanem akár ezek elkövetője is lehet. Tehát ennyivel speciálisabb a bűnmegelőzési tanácsadó feladata, hogy akár az áldozattá válás, de akár az elkövetője válást is segítse megakadályozni a középiskolások körében. Hogyan kell elképzelni a rendőri jelenlétet a középiskolákban? Hivatásos rendőrről beszélünk, tehát őrnagyasszony hivatásos rendőr, de mindig civil ruhába fog megjelenni az iskolákban. Ebben az együttműködési megállapodásban többek között azt is rögzítettük, hogy heti egy-két alkalommal, egyébként az iskola igénye szerint, vagy az iskola tantervéhez igazodva jelenik meg egy-egy iskolába. Ugye itt három iskoláról van szó, három iskolában lát el egyszer ilyen feladatokat a kolléganőnk. Soha nem lesz nála fegyver, soha nem lesz nála gumibot, soha nem lesz nála bilincs. Tehát kifejezetten civilként érkezik az iskolába, azonban ő rendőr, tehát hogyha szabálysértés vagy bármilyen bűncselekményt észlel, akkor intézkednie kell. Elsősorban természetesen úgy, hogy értesíti a kollégákat is, akik megteszik aztán a szükséges lépéseket. De mindenképpen civil szolgálatról van szó, megelőző tanácsadó, kapcsolattartó, illetve bűnmegelőzési előadásokat tartó kapcsolatról. Mik azok a bűncselekmények, ami miatt szükség van erre? Ezt nem lehet konkrétan felsorolni, vagy elmondani, hogy milyen bűncselekményekről van szó. Ugye nyilván általában a vagyonelleni bűncselekmények a leggyakoribbak, de ez nem az iskolában történő bűnelkövetésekről van itt szó természetesen, hanem általában a bűncselekmények megelőzéséről, vagy a bűnelkövetés, vagy az áldozattá válás megelőzéséről. Tehát azt mondhatom, hogy... Általában egyébként az ország bármely területét, ha nézzük, a vagyonelleni bűncselekmények a száma meghatározó. 60-70% környékén van a vagyonelleni bűncselekményeknek a száma, ugye a szabálysértések esetében is, tehát a tulajdoni szabálysértések esetében is. Tehát ezek áldozattává válást, vagy ezeknek elkövetőjévé válást segít megelőzni ez. És természetesen azért nem lehet elhallgatni azt sem, hogy egyre jobban oda kell figyelni a kábítószerrel kapcsolatos bűnözésre is. A középiskolások körében is gyakran hallani lehet, hogy kipróbálnak ezt. Tehát a másik ilyen fontos szempont vagy momentum a kábítószerbűnözés megelőzése vagy visszaszorítása is lehet. Mit várnak ettől az együttműködési megállapodástól? A diákjaink körében viszonylag ritka, hogy rendőrséghez kellene fordulni bármilyen ügyben is. Viszont tudunk arról, hogy sajnos ezt a korosztályt, döntően a 14-18 éves korosztályt már erősen érinti az alkoholfogyasztás, drogfogyasztás. Biztosak vagyunk abban, bár hát bizonyítani ezt nehéz, hogy sajnos a hétvégéken, diszkóidőszakban
a diákjaink egy része, remélem, hogy kisebb része sajnos fogyaszt alkoholt, drogot. Bízunk abban, hogy ezzel a kezdeményezéssel talán sikerül megelőzni ezeket a problémákat, és jobban felhívni a diákjaink figyelmét arra, hogy ezek milyen veszélyt rejtenek magukban.